Közjegyzői percén következnek. Szeretettel köszöntöm a műsorban dr. Toldi Judit közjegyzőt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. A mai témánk a köteles rész, hogy pontosan, hogy mit jelent és kinek jár, de mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk arról, hogy hányféleképpen lehet örökölni. Alapvetően kétféle módja van az öröklésnek, lehet végintézkedés útján, illetőleg a törvényes öröklés révén, amit a jogszabály szabályoz abban az esetben, hogyha nem tesz végintézkedést az örökhagyó. Ebben az esetben meg vannak jelölve azok a hozzátartozók, akik öröklésre jogosultak a törvény által, ki és milyen arányban. Ettől eltérhet az örökhagyó, tehát ha neki szándékában áll például egy a törvényben megjelölt körön kívüli személyt juttatni, azt is megteheti, vagy akár más arányban is feloszthatja az örökséget. Hogyan kapcsolódik ehhez a témakörhöz a köteles rész? Mi is ez tulajdonképpen? A köteles rész lényegében a jogszabály által biztosított törvényi minimum, ami úgymond a legközelebbi hozzátartozók részére jár, abban az esetben, hogyha ők az örökhagyó halála időpontjában is törvényes örökösök lettek volna, és mondjuk a végrendelet másképp rendelkezik, tehát itt elsődlegesen az örökhagyónak a házastársára, gyermekére kell gondolni, illetőleg a szülő is jogosult lehet a köteles részre. Ez a törvényes örökrésznek az egyharmadát jelenti. Mondjunk példát, egy picit fordítsuk le, milyen esetekben jöhet ez szóba? Például, hogyha az örökhagyó úgy végrendelkezik, hogy ő szeretne mondjuk egy alapítványt megjelölni örökösként, vagy akár egy olyan barátot, ismerőst, aki neki nem hozzátartozója, és őre hagyja a hagyatékát, és ebben az esetben, hogyha neki mondjuk van egy gyermeke, aki törvényes öröklésre lenne jogosult, akkor igényt tarthat a köteles részre abban az esetben, hogyha nem tagadta őt ki az örökhagyó. Hogyan lehet ezt, vagy milyen módon lehet ezt kiadni? Alapvetően pénzbeni juttatás formájában lehet erre igényt támasztani. Mindig az erre jogosultnak kell jelezni, hogy neki van ilyen igénye. Ugye a hagyatéki tárgyalás során erre van lehetőség, vagy akár később bíróságon is lehet ezt az igényt érvényesíteni. Fontos, hogy 5 év áll rendelkezésre, tehát ez egy kötelmi jellegű igényjogosultság. Ez alatt az 5 év alatt, az örökhagyó halálától számított 5 év alatt lehet igényt formálni a köteles részre. És mi a helyzet abban az esetben, hogyha nincs meg az a pénz, tehát hogyha nem tudják kifizetni? Bizonyos esetben lehetőséget ad a jogalkotó arra, hogy természetben is ki lehessen adni a köteles részt, sőt előfordul az, hogy az örökhagyó a saját végrendeletében rendelkezik erről, hogy mondjuk egy adott ingatlannak bizonyos hányadát köteles rész jogcímén juttatja mondjuk a gyermeknek vagy a házastársnak, vagy erre vonatkozó szándékát még az élők között kifejezi. Ilyenkor is lehet természetbeni kiadás, vagy előfordul az, hogy a bíróságon köt ki ez az igényérvényesítés, és abban az esetben, hogy a bíró mérlegeli azt, hogy ez a pénzbeli kiadás akár a jogosultnak, vagy akár a kötelezettnek mennyire terhes, hogyha nagyon-nagyon, akkor abban az esetben részben vagy egészben el tudja rendelni a természetbeni kiadást. Az elő szokott fordulni, meg többször szoktuk hallani, hogy valakit kitagadnak az örökségből, de a köteles részből ki lehet valakit tagadni? Igazából itt két fogalma keveredik a mindennapokban, a kizárás és a kitagadás. Ugye a kizárás az az, hogyha mondjuk valakiről elfelejtenek megemlékezni egy végrendeletben, tehát mondjuk semmilyen formában nem kap juttatást, ettől ő neki még a köteles rész jár. A kitagadás az egy eltérő jogi formula, meghatározott törvényi okoknál lehet csak kitagadni az örököst. Az örökségéből itt megvannak azok a szabályok, hogy mi az, amire lehet hivatkozni. Ezek a törvényi kritériumok, például, hogyha valaki az örökhagyó ellen bűncselekményt követ el, vagy nagyon gyakori, hogy mondjuk van egy idős beteg örökhagyó, és sok-sok éve nem gondoskodik róla, a gyermeke nem néz felé, nem nyújtja azt a tőle elvárható segítséget, amit egy ilyen helyzetben neki nyújtania kellene. Ez is egy kitagadási ok lehet, de ilyenkor mindig meg kell jelölni a végintézkedésben, hogy milyen okkal tagadja ki az örökhagyó a köteles részre jogosultat, és ebben az esetben, hogyha ez a kitagadás valóban megáll, akkor a köteles rész sem jár az örökösnek. Tehát akkor csak úgy minden indok, vagy semmilyen indok nélkül nem lehet? Nem lehet kitagadni, így van. És mit tehet az aki nem fizeti ki? Tehát akinek nem fizeti ki a köteles részét?
Itt ugyanúgy ezek a polgári jogi igényérvényesítési eszközök állnak rendelkezésre, mint bármilyen más kötelmi igénynél, tehát elképzelhető összegtől függően lehet igényt érvényesíteni például fizetési meghagyás útján, tehát ha 3 millió forintot nem éri el ez a köteles rész igény, akkor ezen az úton kell elkezdeni mindenképpen. 3 millió és 30 millió forinti összegszerűség között el lehet dönteni, hogy akár fizetési meghagyással, vagy rögtön a bíróságon érvényesít igényt a jogosult. E felett viszont mindenképpen a bírói út az, ami rendelkezésre áll. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!